Kabátos intézmény ide, rezsiválság oda, töretlen népszerűségnek örvendenek az MMK-ban szervezett programok. Néhány napja Márton napi kavalkádot szerveztek az intézményben, amely elsősorban a fiatalok számára jelentett szórakoztató elfoglaltságot. A kézműves foglalkozások, történetmesélés, libakeresés, valamint felvonulás is színesítette a felhozatalt. Emellett pedig kiválasztották az intézmény 8. Ludas Matyját és 2. Libu Libuskáját. Most nagyon ügyesen csináltuk, ez a 8. Ludas Matyi választásunk, 2. Liba Libuskát fogunk választani. Tekintettel arra, hogy nem sok kulturális programot tudnak az intézmények a városban sem megrendezni, így most mi 3 helyszínre raktuk el a Márton napi kavalkádunkat. Itt lent mögöttem a kézműves foglalkozások zajlanak, fönt a népmesepontban Csibrini Erika éppen a Márton legendáját meséli el, a színház teremben pedig határozott vetélkedés folyik, különböző feladatokon kell a gyerekeknek egy menetlevéllel végigmenni, és aki a legtöbb pontot kapja, majd az lesz ugye az MMK 8. Ludas Matyija, illetve 2. Liba Libuskája. Kovács Rózsa megköszönte a látogatóknak, hogy továbbra is kitartanak az MMK mellett. Ők igyekeznek rászolgálni erre a bizalomra. Kicsit újítottunk, mert 15 perc múlva a gyerekek libákat fognak keresni kint az udvaron, és miután megtalálták, elindul a Márton napi felvonulásunk, a lámpás felvonulás körbe, itt a ház körül megyünk a gyerekekkel egy kört, azokkal a lámpásokkal, amiket ők készítettek. Megmondom őszintén, nagyon örülünk a kollégákkal, mert nagyon hideg van, és mégis ennyien vannak a kabátos intézményben. Amíg a gyerekek a különféle elfoglaltságokkal töltötték az időt, addig persze a szülők sem unatkoztak. Martinovics Márta kislányával, Mirával érkezett az MMK-ba. Nagyon szívesen jöttünk most is a Márton napi kavalkádra. Fönt voltunk az emeleten, Erika néni Márton napi mesékkel készült, és mindenféle kérdésekkel a gyerekek számára. Itt lent kézműveskedtünk, csináltunk Márton napi libás gyertyatartót, amivel lehet majd, megyünk majd felvonulásra, meg libát készítettünk, amit saját kezűleg színeztünk, vágtunk ki, és különböző feladatokon lehet részt venni. A kislányom most pont ezeket a feladatokat csinálja, meg az ügyességi feladatokat, amivel majd ilyen libás nyereményeket lehet majd kapni. A kabátban is, de hatalmas siker volt az MMK-ban a Márton napi program sor. A látogatók visszajelzései alapján a szervezők biztosak a jövő évi folytatásban.